Jaj, de megváltoztál! Tiszta Jenki lettél, látszik, hogy már egy jó ideje kint élsz. Ezt meg mióta csinálod? Na, ezt sem itthon tanultad. Ezek és az ezekhez hasonló mondatok bizony ismerősek lehetnek azok számára, akik már jó ideje elköltöztek Magyarországról. Sziasztok, és köszöntelek benneteket újra itt a csatornámon. A mai videóban olyan témákról szeretnék nektek beszélni, amelyek így 11 év után nekem sokszor már fel sem tűnnek, csak akkor, amikor esetleg Magyarországon járok, vagy éppen rokonokkal, barátokkal beszélek telefonon, esetleg kamerán. Ugye, amikor valaki egy külföldi országba költözik, megpróbálja minél hamarabb felvenni a helyi életstílust, átvenni a szokásokat, megpróbál minél hamarabb asszimilálódni. Az én esetemben ezt hívhatjuk akár amerikanizálódásnak is. De valóban amerikai lettem? Melyek azok a dolgok, amelyeket rokonok, ismerősök észrevesznek, viszont nekem közel így 11 év itt élés után már fel sem tűnnek? Amennyiben érdekel benneteket, tartsatok velem! A mai napig tisztán emlékszem arra, amikor 2012. júliusában a repülőgépem leszállt Orlandóban, és magyar ismerőseim jöttek értem, hogy elvigyenek a szállásomra, és be volt kapcsolva nekik ugye a GPS, ami ugye értelemszerűen angolul beszélt a kocsiban, és megállás nélkül arról beszélt, hogy hány mérföld múlva kell jobbra-balra kanyarodni, hány feet, mennyi yard, és én teljesen össze voltam zavarodva, hogy mégis hogyan lehet ezt értelmezni. De ugyanígy össze voltam zavarodva, amikor először boltba mentem, és a hentes pultnál felvágottat szerettem volna vásárolni, majd az eladó ugye megkérdezte tőlem, hogy az adott sonkából hány poundot szeretnék venni, amely számomra ugye semmit nem jelentett. De hasonló volt a hőmérséklet mértékegységének a használatával kapcsolatban a szituáció is. Emlékszem rá, hogy az első 6 hónapban én csak Celsius fokban néztem az időjárást, ugyanis számomra teljesen abszurd volt az, hogyha 30 fokról beszélnek az emberek itt az USA-ban, akkor az számukra fagypont körüli hőmérsékletnek számít, viszont számomra ez nyári meleggel volt egyenlő. És bevallom őszintén, hogy éveken keresztül átszámoltam a mértékegységeket, hiszen európaiként én a metrikus rendszerhez voltam hozzászokva, és számomra értelmetlen volt az angol száz mértékegység használata. Mára viszont már én is annyira magabiztosan használom az angol száz mértékegységet, hogy fel sem tűnik, amikor ismerősöknek, rokonoknak Fahrenheitben említem meg a kinti hőmérsékletet, valamint amikor tavaly előtt otthon voltam Magyarországon, és a szüleim feljöttek értem a repülőtérre, és szerették volna, hogy bekapcsoljam a GPS-t, mert nem emlékeztek pontosan arra, hogy melyik kijáratnál kell majd elfordulni az M3-as autópályára. Én mérföldben mondtam nekik, hogy hány mérföld múlva kell elkanyarodni. Sosem fogom elfelejteni, amikor először boltba mentem itt az USA-ban, és a pénztárnál fizetéskor a pénztáros megkérdezte tőlem azt, hogy hi, how are you? Vagyis, hogy vagyok. Engem ez annyira lesokkolt ott hirtelen, és ugye én nem voltam ehhez hozzászokva, hogy én elkezdtem ugye mondani a pénztárosnak azt, hogy mennyire furcsa nekem most ez a közegét, hiszen 2 nappal ezelőtt érkeztem, még éppen próbálok mindenbe beleszokni, és láttam a pénztároson, hogy őt ez abszolút nem érdekli, ő csak végezte a dolgát, szkennelte a pénztárgépen keresztül a dolgokat, amelyeket vásároltam, majd egy nagy mosolyal az arcán közölte velem azt, hogy mennyit kell fizetnem. Természetesen mondanom sem kell, hogy nagyon hamar rájöttem arra, hogy az amerikaiak így köszönnek egymásnak, és abszolút nem kíváncsiak arra, hogy te hogy vagy. Náluk ez a hi, how are you kifejezés csak formalitás, egy átlagos köszönési forma. Az esetek 90%-ában, hogyha elsétálsz a járdán, és melletted elmegy egy vadidegen ember, szintén oda fogja neked azt mondani, hogy hi, how are you, és erre neked csak azt kell válaszolnod, hogy I'm good,
vagy pedig simán visszakérdezel, hogy hi, how are you? És ezzel le is van zárva a dolog. A főnököm, amikor SMS-t ír nekem, mert valamilyen szívességet szeretne kérni, ő is úgy kezdi mindig az üzeneteit, hogy hi, how are you? Mostanában már én is azon veszem észre magamat egyébként, hogyha valakinek e-mailt vagy SMS-t írok, én is úgy kezdem az üzeneteket, hogy hi, how are you? De ez a hi, how are you kifejezéshez annyira hozzászoktam már, hogy amikor másfél évvel ezelőtt Magyarországon jártam, és akár a boltban voltam, vagy akár orvoshoz mentem, rutinból azonnal jött a nagy mosoly az arcomra, és megkérdeztem az embereket, hogy mi újság, hogy vagy, ők pedig teljesen furcsán néztek rám, hogy mégis miért érdekel engem az, hogy ők hogy vannak, hiszen nem is ismerjük egymást. Az ölelkezés egy nagyon kedves amerikai üdvözlési és köszönési forma. Leginkább közeli barátok és ismerősök szoktak ölelkezni, hogyha találkoznak, de előfordul munkahelyen is, hogyha esetleg a főnököddel vagy akár kollégáiddal közvetlenebb kapcsolatban vagy, és éppen belépsz a munkahelyedre, akkor egy öleléssel üdvözölnek, hogy megérkeztél. Számomra, amikor legelőször tapasztaltam ezt az amerikai ölelkezési, üdvözlési formát, teljesen sokkoló volt, hiszen miért jön oda hozzám egy vadidegen ember, akivel 2-3 naponta egyszer találkozok a munkahelyemen, és miért ölel meg? Viszont igencsak hamar rájöttem arra, hogy nekik ez olyan, mint nekünk Magyarországon a puszilkodás, viszont ők pedig ezt tartják furcsának. Mára ez az ölelkezős üdvözlési forma számomra is teljesen reflexzerűvé vált, közvetlen kollégákkal, barátokkal, ismerősökkel szintén egy öleléssel üdvözöljük egymást. Valamint mikor legutoljára Magyarországon jártam, szintén az ismerősöket, barátokat egy öleléssel szerettem volna üdvözölni, ők viszont otthon Magyarországon furcsán néztek rám, és megjegyezték, hogy mégis hol szedtem fel ezt a szokást, ugyanis ez nem egy magyar szokás. Az amerikaiak többsége egész életük folyamán gyűjt valamire. Valaki a méregdrága egyetemi tandíjának a visszafizetésére. Valaki szeretne egy házat, lakást venni, és annak a tőkéjére próbál félretenni. Valaki a felvett hiteleket próbálja visszafizetni, és erre próbál félretenni. Valaki pedig a saját gyerekének az egyetemi tandíjára próbál előre félretenni, de sokan vannak azok is, akik nyugdíjjal abba próbálnak minden hónapban egy bizonyos összeget belepakolni és félretenni a nyugdíjas éveikre. Mondhatjuk akár úgy is, hogy az amerikaiak többségének az élete egy folyamatos mókuskerék, hiszen az egyik kölcsön törlesztéséből esnek bele a másik kölcsön törlesztésébe. De hogy miért is van szüksége egy amerikainak arra, hogy ilyen sok hitele legyen, arról már készítettem nektek egy videót korábban. Ha azt a videót még nem láttátok, azt ide fentre belinkelem, és meg tudjátok nézni. Bevallom őszintén, hogy mi is beálltunk ebbe a sorba a férjemmel, hiszen az egyetemi tandíjat vissza kell fizetnünk, így erre is félre kell pakolnunk egy bizonyos összeget havonta, szeretnénk majd a későbbiek folyamán egy házat vásárolni, amelynek a kezdőtőkéjébe szintén félre kell pakolni havonta, ezen kívül pedig most már ugye a nyugdíjunkra is gondolunk, amelyre szintén félre teszünk egy bizonyos összeget havonta. Ez volt az a 4 apró jel, amelyet én is észrevettem magamon, valamint Magyarországon élő rokonok, ismerősök, barátok szintén meg szoktak jegyezni azzal kapcsolatban, hogy most már tiszta amerikai lettem. Hogyha esetleg ti is külföldi országban éltek, írjátok meg alulra a kommentek közé azt, hogy ti is észrevettetek-e már magatokon olyan szokásokat, dolgokat, amelyeket átvettetek a helyi lakosoktól, ugyanis nagyon kíváncsi vagyok rá. Bármilyen kérdésetek, észrevételetek van, azt is írjátok meg a videó alá. Ha lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, valamint iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetszett. Tettétek meg, és a kis csengőt is nyomjátok meg, hogy ne maradjatok le a későbbiek folyamán posztolt videókról. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!